Gesztely község önkormányzata október 22-én délután ünnepi műsorral emlékezett az 56-os forradalom és szabadságharc áldozataira és résztvevőire. A himnusz után Simon István polgármester lépett a mikrofonhoz, majd beszédében kiemelt, hogy már csak az idősebbek tudják felidézni azt a csodálatos érzést, hogy milyen volt a félelem nyomasztó sötétségéből kilépni a napvilágra. A szabadság felemelő érzése hirtelen áradt szét a sanyargatástól elgyötört országban, majd egyszerre mozdította meg a munkásokat és az értelmiségieket. A polgármester többek között arról is szólt, hogy a magyarok 1956. október 23-án varázsütésre álltak talpra, nem fogadták el a hruscsovi alkut, a jugoszláv mintájú szocializmust, inkább a valódi szabadság és önrendelkezés megteremtése volt a cél. A helyi csokonai névdalkör hazafias dallamokkal készült a megemlékezésre. Ezután a helyi Csokonai Vitéz Mihály általános iskola diákjai mutatták be az alkalomra készített műsorokat. Az általános iskolások a történelmi tényeket idézték fel, amelyeket furulya játékkal színesítettek. Az énekkar is bekapcsolódott a produkcióba, akik a Királyné nem leszek című dalt énekelték. Magyar népviseletbe öltözött diákok táncával zárult az általános iskolások műsora. Az ünnepi megemlékezés végén az önkormányzat és az intézmények helyezték el koszorúikat 1956-os emlékhelynél Gesztelyen.